A 2014-es esztendő az építkezés éve volt a Nyíregyháza Tigersnél, a 2015-ös évben pedig már megmutatkoztak az első eredmények is. A Tigrisek februárban Zsinórban harmadik döntőjüket játszották az Aréna kupán, majd az amerikai Bradley Hebbing irányításával két tengeren túli légióssal a soraiban vágott neki a HFL-nek a nyíregyházi gárda. A Tigers bejutott az elődöntőbe, és végül legjobb vidéki csapatként a harmadik helyet szerezte meg a hat magyar és egy szlovák csapatot felvonultató elitligában. Én borzasztó büszke vagyok arra, hogy ugyan még az amerikaiak nélkül, de az ország legrangosabb teremtornáján ismét döntőt játszhattunk, 8 újoncot építve be a csapatunkba, ami én azt gondolom, hogy a 25 főből egy óriási fegyvertény, hogy még így is döntős csapat volt a Tigers. A nagy csapat a HFL-ben, a kiemelt Magyar Ligában a legjobb vidéki csapatként került a rájátszásba, ezzel megerőzve a Miskolci és a többi pesti csapatot. Én azt gondolom, hogy ez önmagában is nagyon szép eredmény, azt pedig nem is kell mondanom, hogy fiatal játékosokat építettünk be az elitligában. Például Tóth Gábor irányító, aki 16-17 éves kora ellenére felnőtt ligában 30-32 éves játékosok között mesterien vezényelte a Tigers támadójátékát. És az ősz is eredményesen telt, hiszen a Tigers junior csapatát láthattuk a pályán. Miskolci játékosok ugyan segítették az eredményes szereplést, de én azt gondolom, hogy szintén egy rendkívül stabil jövőkép alakul itt Nyíregyházán. A magyar-amerikai futball válogatott szeptemberben játszotta le első hivatalos mérkőzését. A csehek elleni történelmi meccsen három Tigers játékos is helyet kapott a nemzeti csapatban. Sörés László lett a kezdő center, ami egy meghatározó pozíció az amerikai futballcsapatok életében, és hogy az ország csapatában, nemzeti 11-ben mi adjuk a kezdő centert, ez önmagában egy nagyon-nagyon-nagyon nagy fegyvertény. De Max Negyelszky középső linebackerünk is, tehát a védelemben is szerepelünk kezdő pozícióval, illetve a speciális csapatrészben Sviatko Gábor is kezdő rúgóként ott van, tehát a Tigers minden három csapatrészbe adott egy-egy meghatározó játékost, és ez egy szerintem nagyon megsüvegelendő teljesítmény egy vidéki csapattól. Bradley Hebbing nem tér vissza a nyíregyházi csapathoz, ahol továbbra is tengeren túli edzővel és légiósokkal képzelik el a jövőt. A bevált módszert követve amerikai szakvezetőre bízunk a csapat fejlődését, emellett pedig legalább két importjátékossal számolunk a tengeren túlról. Tehát én azt gondolom, hogy szakmailag mind az utánpótlás, mind a felnőtt csapat jó irányba fog haladni idén is. Az anyagi terület az, ami ebben a sportágban igencsak kérdőjeles. A pályán fel tudjuk venni a versenyt a budapesti csapatokkal. Több 10 milliós költségvetéssel gazdálkodó csapatokkal versenyzünk, és verjük meg őket. Azonban Nyíregyházán sajnos nem találunk szponzort, és ez a játékunkat is meg fogja határozni hosszú távon, hogyha nem találunk magunknak támogatót. A Nyíregyháza Tigers 2016 elején ismét pályára lép majd az Aréna kupán, aztán a csapat elkezdi a felkészülést a szabadtéri szezonra.